Szinte ameddig a szemellát, facsemeték borítják Balinka mellett a dombokat és a völgyeket is. Az elmúlt 3 évben 37,7 hektáron telepítettek többnyire őshonos fajtákat a területre. A miniszterelnök helyettes köszöntőjében kiemelte, a Vadex az őshonos és a gazdasági megfontolásból ültetett fafajták arányát megtalálta ebben a beruházásban. Nagyon fontos, hogy őshonos erdőket telepítsünk oda, ahol az megél. De miután a természet a teremtés rendjéből következően nem egy statikus, hanem egy dinamikus valóság, ami állandóan változik, és ehhez jön még az ember által okozott klímaváltozás, ez a kettő együtt kikényszeríti azt, hogy olyan fafajtákat kell telepíteni, ami nem csak most él meg, hanem a következő emberöltő vagy emberöltők tekintetében is meg tud maradni. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a klímavédelem kiemelt kérdés a megyében, és ez a mintaprogram a bizonyíték arra, hogy a környezetvédelem ügye jól halad Fejérben. Fejér megye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő megyéje iparilag. Ezzel pont fordított arányosa az erdőtelepítés. Úgyhogy van mit behoznunk. Én szeretném megköszönni azt a támogatást, amit a kormány ide helyezett Fejér megyébe fatelepítés okán. A klímavédelmi akcióterv része a kis települések fásítása és az újszülöttek erdeje program is. Erdőgazdasági társaságok minden újszülött után 10 fát ültetnek, mely évente mintegy 1 millió facsemete telepítését jelenti. A fentieken túl az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen dolgozik az útfásítási program elindításán, a Honvédelmi Minisztériummal közösen pedig a honvédelmi célra feleslegessé vált területek erdősítését is tervezi. A vezérigazgató hozzátette, az országos erdőállomány folyamatosan nő. Amíg 2006-ban Magyarország kevesebb, mint 1/5-ét borította erdő, addig ez az arány mostanra meghaladta a 22%-ot.